Na hát, sziasztok! Hát ebben a videóban, hát csomagbontás lesz, amit ugye nem tudom, hogy mindenki látta-e, aki követi a csatornámat, hogy ugye rendeltem egy csomagot, hát elég drágán, méghozzá elég drágán, és ugye nem tudtátok, hogy ugye mit találgatni kellett, meg minden, hogy mit rendeltem. Most sem fogom még elmondani, majd ki fog derülni. Tehát amit rendeltem, elég drága volt, nem olcsó. Na bontsuk ki akkor. Megpróbálom óvatosan, mert nem is kell ez a cikket. Azért van így letépve a címet, valahogy lemókultam róla, mert itt volt a cím, meg minden. És akkor ilyen buborék fóliából van becsomagolva az egész. Ez elég rendesen, de megoldjuk el, hogy hol van ez, ott van. Óvatosan próbálom, mert elég drága cuccról van szó. Nem olcsó volt. Még egyben van. Várjál. Én már látom. Ti még nem. De elég szép nagy csomagba jött. Na gyerekek. Jó, azt én a félre is rakom. Hát a minőség az olyan, amilyen. Ott van, hogy mit rendeltem. Telefont rendeltem. 12 giga RAM-mal rendeltem a telefont, és a tárhelye az 256 gigabyte tárhely, ami ugye nem bővíthető. Nagyon szép is csomagolás. Na, hát akkor mondjuk ki teljesen, tényleg. Várjál, hogy kell ezt őket építni? Nem mondottam ilyet. Hát, lerakok egy linket, hogy mennyiért vettem, nem fogom most így megmondani, és hát akit érdekel, úgy utána nézd meg. Elég drága volt. De várj, ez hogyan nyílik, még ezt se tudom, látszatok. Ja, másik oldalt is van, jaj. Megoldom én. Nagyon vártam ezt a csomagot. Azért vettem egy ilyen telefont, egyrészt a képminőségért. Gyönyörű telefon. OnePlus telefon. 4K-ba tud, a 4K 30 FPS-be tud ez a telefon. Ez a legjobb élmény, amikor ki kell bontani. Csak így. Ezt félre rakjuk. Gyönyörű telefon. Jó, most a telefont ide félre rakom. Ha igen. Még olyan tartozékok is vannak, hogy kezd kimondani, ha ingyen. Ja, itt kell. Olyan tartozékok is vannak ehhez, a telefonhoz, hogy igen. Egy hallgatót nem is szoktak adni mostanában már. Már itt a tok. Itt vannak a gondolom a leírás, meg minden. Kicsit. És akkor egybe bele is rakom, hogy nehogy megsérüljön, vagy valami. Majd én azért be fogom állítani, meg be fogom kapcsolni, meg minden. Na gyerekek, hát ez a telefon 30 perc alatt 0-ról 100-ra föl tud tölteni, ez egy 65 wattos töltőt adnak hozzá, ami hát nagyon jó. Itt egy rendes C-kábel. És hát nézegettem róla a videókat, de nem volt abban, nem mondták, hogy adnak hozzá fülhallgatót, de adnak hozzá, úgy tűnik. És más dolog pedig meg az nincsen. Vagy van? Ugye megnézzük. Nincsen, nincs. Le van merülve. Hát, tehát ilyen a gyönyörű telefon. Elég nagy. De a... Most le van merülve, úgy tűnik. De szerintem nagyon megérte megvenni. Fölrakom tölteni, aztán utána folytatom a videót. Már gyerekek, hát föltöltöttük a eszközöt. Hát így érzékel, hogyha fölemelem. Ennyi, ez föl is van oldva. Igen, még ilyen élő háttérkép is van. Hát... Nagyon jó kis telefon, én azt mondom. ...nektek, hogy... 4K 30 FPS-be tudjak. Mert annyit tud ez a telefon. Én ki szeretném használni, amennyit tud. Ne ezzel a kamerával, ezzel is szeretnék... videózgatni. De...
majd meglátjuk. Itt van a garancia levél, ezt nem fogom megmutatni nektek. Hát ez kb. Ezeket, hát ez már itt visszapakoltam, már itt nincs semmi benne. Majd itt valahogy belerakosgatom a dolgokat. Amúgy megoldjuk valahogy a garanciát is ide belenyomorítjuk, de jó lesz ez úgy. És akkor így rámegy a teteje. Szerintem egész jó vétel volt. Engedj ma a szomnyekereg, mert miért ne? A tárhely pedig hát 34,5 GB felhasználva, most megpakoltam egy pár dolgokkal, eléggé a 256 GB-ból csak 13% van felhasználva. A RAM-ot figyeljétek, ugye alapból 12 GB RAM-mal vettem meg ezt a telefont, és még alapból 7 GB-val virtuálisan lehetne bővíteni, még erősebb legyen a telefon. Alapból erős, de mi még azért erősebb legyen. De hát elég erősnek mondom ezt a telefont. Egy pár játékot azért letöltögettem rá, meg ilyen nagyobb grafikai éhező játékokat, és csont nélkül viszi mindent, bármit, egy laggot nem láttam. Meg fagyást. Fagyást az kimondottan mondom, hogy nem lehet látni. A kábellel fogom használni, de azért vettem ide a dobozt, most azért visszapakoltam. Egy pár dolg, ebben van, azt hiszem. Ezt elfelejtettem videó elején, hogy ilyen szép kis szintűt adnak hozzá. Meg így szép lehet, szét lehet nyitni. És igen, van a leírás sok. Már eddig ide, hogy lerakom. Ilyen emojik vannak ezen. Hát angolul van, de gondolom van magyarul is. De hát ez egész szuper. Gondolom itt, hogy mit kell csinálni vele, hogy kell belerakni a SIM-kártyát, azt már rég megoldottam. Az is azért itt. Itt a, hát azért már jobban lehet látni talán. Még azt kell megoldjam, hogy ezzel tudjak állványon videózni. Azért remélem, hogy tetszett ez a kis unboxing videó. Ha tetszett, akkor kérlek iratkozzatok fel, és hát ha még nem lájkoltatok, akkor lájkoljatok. Még a csengőnek is azért örülnék, hogy benyomnátok, és akkor hát a komolyabb videókról azért nem tudnátok lemaradni. És akkor azt megköszönném. Hát írjatok valamit erről a telefonról, hogy szerintetek, hogy ha megérte vagy nem? Én szerintem nagyon is megérte, mert nagyon brutális telefon. Na hát, mindegy, akkor sziasztok!